Ez egy egészségtelen ital, de szeretem. Időnként lehet inni kólát is, gyerekek, de ne vigyétek túlzásba, mert csontritkulást okoz többek között, meg halált. Na, szóval amit szeretnék megköszönni első soron, az az, hogy összegyűlt az 1000 feliratkozó szám csatornámon, ami egy hatalmas nagy álomnak a beteljesülése számomra, tehát egy fél évvel ezelőtt, amikor kezdtem ezt az egész dolgot, úgy aktívabban, ugye a végigjátszás videók által, akkor ez az 1000-es szám, ez még annyira távolinak tűnt, hogy nem igaz. Na most azért hozzáteszem, hogy nem teljesen önerőből értem én el ezt. Tehát ugye megismerkedtem Herbivel, Deli Péterrel, és neki készítettem úgynevezett Fing kollekciókat. És hát ezt így poénnak szántam, gondoltam, hogy beküldöm neki az első részt. És akkor úgy finoman megjegyzem benne, hogy hát nekem is van egy csatornám, meg ilyesmi, meg ő is a leírásban, a videó leírásában feltüntette a csatornámat. És a lényeg az, hogy így szép lassan úgy csordogáltak be az emberek. Szóval volt egy ilyen háttér munkálkodás is a részemről, de ez abszolút nem tudatos volt, szóval én ezt nem úgy terveztem ki, tehát nem terveltem ki előre, hogy most akkor úgy belekapaszkodok Herbi lábába, és akkor ő majd húz felfelé, hanem ez úgy magától alakult így. Szóval sokat köszönhetek Petinek, úgyhogy köszönöm is neki ezúton is. És ünneplés gyanánt arra gondoltam, hogy... Szóval a csatorna történelmében először játékválasztás videóra kerül sor. Ami annyiból áll, hogy mindjárt be fogok nektek mutatni röviden 3 darab játékot, amiből lehet egyet választani, tehát majd itt lesz egy külön szavazás, ezt interneten valahogy majd kitalálom, hogy hogyan lehet megoldani. Egy linkre gondoltam, tehát rákattintotok, majd is akkor ott lesz 3 játék cím, és amire kattintotok, arra egy szavazatot küld a rendszer. És akkor mit tudom én, lesz rá egy hét, amíg szavazhattok, és a beküldött szavazatok alapján majd azt a játékot fogom legközelebb végigvinni. No, erre gondoltam most, hogy akkor ezzel próbáljuk megünnepelni ezt a piros napos eseményt. It's a red letter day. Half-Life 2-ből. Valamint azt is szeretném megkérdezni, hogy milyen volt az első nap a suliban. Ugye tegnap volt az első nap sokaknak. Remélem, hogy nem az eset le nektek, hogy úristen, hétfőtől péntekig minden nap iskolába kell járnom? No! Remélem nem ez eset le, hanem az, hogy fú, de sok minden érdekes dolgot lehet itt tanulni a suliban. Menjünk a sunyiba. Na, szóval írjátok meg, hogy milyen volt az első nap. Ja, igen, és még egy érdekes dolog. Felkeresett engem egy illető, hogy szeretne velem interjút készíteni. Úgyhogy majd nem sokára lesz egy interjú Oszkárral, és ez az én csatornámra nem megy ki, az övére igen, de viszont majd, hogyha ez megtörténik, akkor csinálok egy ilyen újabb csacsogjunk videót, amiben a linket majd megadom, és akkor megnézhetitek az interjút, hogyha érdekel. Életem első interjúját fogom adni, úgyhogy kicsit még izgulok én is. Na... Szóval ennyi lett volna ez a csacsogjunk videó rész, úgyhogy nem sokára jön majd a játékválasztás videó, plusz abban, annak a végén, illetve a leírásában majd a szavazás link. Szóval vigyázzatok magatokra, az erő legyen veletek, további jó iskolába járást, jó tanulást, jó videónézegetést YouTube-on, és... 1000 feliratkozó!